Én nem haltam meg. Az, ami nektek voltam, még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen. Beszéljetek hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. Mosolyogjatok, és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok veletek. Csak én az út másik oldalán megyek. Ott vagyok a szélben, ami fú. Én vagyok a gyémán csillogás a havon. Én vagyok a napfény az érett gabonán. És én vagyok a szelíd tavaszi eső. Amikor felébreszt a reggeli zsivaj, akkor is ott leszek minden hangban veletek. Csak én az út másik oldalán megyek. Az 56-os forradalom 60. évfordulójára ünnepi koncertet szerveztek Tatabánya felső gallán. A helyi történelmi eseményekről szóló előadáson kívül a zene kapta a főszerepet, méghozzá fiatalokkal. Egy sorozatot állítottunk össze, ez a sorozat a Dallamok szárnyán, Felsőgallán címet kapta. Most ennek az első előadása zajlik a mai napon, mégpedig aktuális eseménnyel a 56-os forradalomnak a 60. évfordulójára rendeztük a koncertet. A koncertünk úgy áll össze, hogy első részében fiatal művészeket mutattunk be, mégpedig olyan érdekességgel, hogy Tatabányán ritkán szólal meg a hárfa, mint hangszer, és most érkezett hozzánk Surról Nagy Rumi Marian, aki Skóciában végzett a Zeneakadémián, és itt tanít nem messze tőlünk Móron, és ő az, akit az elmúlt koncertünkön felfedeztünk, de szívesen vállalta, hogy játszik egy nagyon szép darabot. De ugyanakkor a hárfa mellé választottunk egy másik hangszert, mégpedig most a hegedűt. A Pergolesi zenéje a Stabat Mater. A Stabat Mater előadásának érdekessége, hogy a tatabányai madrigál kórus meghívására a tatai egresi kamarakórus női kara, a Sárberki általános iskola kamarakórusa, és messziről, Sopronból érkeztek barátaink, a soproni női kar az, aki összeállt és egyesített énekkarban énekel. A korábbi évekhez hasonlóan az ünnepek alatt a temető környékén a gyalogos, míg a közutakon a járműforgalom sűrűsége a többszörösére nő. A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a közbiztonsággal, bűn és baleset megelőzéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Kérjük azoktól, akik a temetőkbe látogatnak, hogy ha autóval érkeznek, akkor kérjük, hogy ne hagyjanak az autókban értékeket, tehát táskát, kabátot, laptopot, tablettet, navigációs eszközt. Ezeket érdemes kivenni, vagy legalább olyan helyre tenni, ahol nem látszik. Egyébként kint lesznek a polgárőrök a temetőkben, nagyobb rendőri erők lesznek kint, de azért fontos, hogy mindenki saját maga is vigyázzon az értékeire. Az autósoktól ezt kérjük, és ha már bemegyünk a temetőkbe gyalog, akkor ott pedig azt, hogy a táskákra ott is figyeljenek. Tehát akkor a sírokat rendezgetik, akkor a táska ne legyen felügyelet nélkül valahol. Kicsit arrébb, mert ez megkönnyíti a zsebtolvajok dolgát.
A megyei és a városi rendőrkapitányságok munkatársai a polgárőrségek bevonásával kiemelten figyelnek a temetők rendjére. A sírkertek környékén tehát fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani november 4-éig. A Volánosok nagy családja a nyugdíjas években is aktív. Kirándulnak, találkozókat szerveznek, sokan a nyugdíj mellett is dolgoznak. Tatabányán évről évre a Puskin Művelődési Házban találkoznak, hogy újra felelevenítsék a kollegialitás emlékét. Ebben a nagy családban, ami a Volán családot testesíti meg, nagyon nagy hagyományai vannak, és régre nyúlnak vissza. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ezeket mindenféleképpen a jövőben is ápolni kell, hisz az emberi kapcsolatokra abszolút szükség van a jövőt illetően is, és hát a mi kollégáink, főleg a gépkocsi vezetőink, hát állandóan az utazó közönséggel találkoznak, és ezek a kapcsolatok, ezek a életvitelek, ezek minden hétköznapban találkoznak, és ezeket szeretnénk a jövőben is bővíteni. Az aktív időskori évek nem csak a család körében telnek, de a fiatal kollégákkal is szívesen találkoznak, akik igénylik a szakik tapasztalatait. Azon belül, hogy Tatabányán is ilyen szép számmal vannak, még vannak vidéki kollégák is, akik külön megtartják ezeket a rendezvényeket, ezen felül, hát mivel mi autóbuszos társaság vagyunk, így nagyon sok a kirándulás, illetve országjárás, ahol igazából a történelmi hagyományokkal ismerkedve, művelve ezeket, ők még mindig érdeklődnek, képzik magukat, és rendkívül figyelmesek a jövőt illetően. A fiatal kollégák mennyire igénylik az idősebb nyugdíjas kollégák tapasztalatát? Hát itt megint pozitívan kell, hogy mondjam, hogy igénylik, hiszen a fiatal korosztály az idős korosztály mellett nőtt fel. Igazából a generációváltások mindig a munka frontján történtek, így gyakorlatilag az idősebbekre is felnézve büszkék a fiatalok, de ez fordítva is igaz, mert az idősek is elmondják, hogy bizony akkor ezt a pálcát jó helyre, jó helyen hagyták, és ezek a fiatalok képesek továbbvinni a modernabb buszoknál is a javításokat, illetve az utaskiszolgálást és az egész cég által elvárt rendezvényeket. Az idei vállalati ünnepségen éppen a találkozó előtti napokban egy nyugdíjas, de még mindig aktív autóbuszvezető vehette át a legmagasabb elismerést. 2.250.000 kilométer teljesített balesetmentesen. A titka pedig? Két dolog befolyásolja ezt, a szerencse és a türelem. Mindkettő meg? Igen, úgy érzem, igen. Honnan az autóbusz szeretete, illetve a közlekedésé? Hát nem is az autóbusz annyira, hanem annak idején a vezetés. Az jött már egész fiatal koromtól. Hát már a honvédségnél is parancsnoki sofőr voltam, és onnantól tovább. Ugye akkor még a buszik kötelező volt a 2 éves teherautó gyakorlat, és ugye akkor 2 évet teherautóznom kellett, és utána lettem buszvezető 75 októberében. És azóta tart ez. Van kedvenc vonal, vagy kedvenc város, ahol legszívesebben autóbusz vezetősködik? Hát ugye a vállalatnál 28 évig jártam a Esztergom-Visegrád-Budapest útvonalat, az nekem tetszett. Ugye szinte a nagy részét ott azon a vonalon közlekedtem. Szabad időben mivel foglalkozik a legszívesebben? Hát van kertem, nyaralom, meg horgászni szeretek. Tök jó móka várta a családokat az elmúlt pénteken. A német hagyományoknak megfelelően környén az idén is megszervezték a tökölőt. A Művelődési Házban fajátékok, tökforogás, tökös finomságok várták az érdeklődőket, aki pedig a legkisebb és a legnagyobb tököt hozta, mi mást töktortát nyerhetett. Tökölés vagy Kürbis Csicefest. Tavaly először álmodtuk meg közösen a Művelődési Házzal. Úgy gondoltuk, hogy ez egy remek alkalom ahhoz, hogy a gyerekeket összehívjuk, egybegyűjtsük, így az őszi szünet előtt. Nálunk magyaroknak nincs Halloween, ezt szeretném hangsúlyozni, csak tökölő vagy Kürbisnice Fest. A Halloween az szerintem egy angol száz hagyomány.
Tehát mi maradunk a magyar hagyományoknál, illetve a német hagyományoknál. Ez a Körbisnice Fest, ez a Erzgebirgei részen, tehát az Érchegység részen egy nagyon nagy hagyomány. Ők ilyenkor összegyűjtik a gyermekeket óvodákból, iskolából, és egy közös programot, délutáni programot szerveznek halottak napja előtt. Igazából ez egy jótékonysági esemény, ilyenkor zsíros kenyeret, süteményeket visznek ki, és akkor aki szeretne, adományoz. Tavalyi évben először rendeztük meg, és akkor körülbelül 30-40 tököt faragtunk ki. Az idei évben már 100, illetve 100 fölött volt a tökök faragásának a száma, illetve az idei évben még az is egy kiemelkedő esemény volt, hogy Tardoskedről, a testvértelepülésünkről meghívtuk az egyik zöldségfaragó mestert, aki hát a lányom külön kérésére még egy spongyabobot is kifaragott. A legjobb, ha puhabb féle tököket, persze, illetve összes tök kemény. Vannak ezek a vajtökök, illetve amit Halloween-kor árulnak üzletekbe, azok puhabbak. Illetve minél fiatalabbat, minél öregebb, akkor kezd megcsontosodni a héjuk. Szóval keményebb, sokkal nehezebb, veszélyesebb így dolgozni velük. Tökből esetleg még a sütnivaló tököt én ajánlom. Igaz, hogy az ilyen arcokra nem jól, mint amit itt is láthatnak, mert az kicsi, de viszont többféle motivumra ajánlom. Így mintákból, hát virágmintáktól kezdve a levélmintákig, absztrakt az egész, szóval ami a fejünkből csak kitelik, kigondolunk, azt ott farakassuk bele, nincs semmi se a kezünkre kötte. A gyerekek ma mit szerettek a legjobban itt faragni, milyen mintákat? Most nálam nem lehetett kipróbálni a mintak faragásot, de most itt ezen a rendezvényen főleg Halloween, szóval ijesztő, illetve arcok, vagyis legalábbis szemek és szájak faragása volt a legideálisabb, illetve valamilyen más kétdés műveknek elkészítését lehetett kipróbálni itten. És itt most mi készül? Itten most egy két arcú személyiség, ami egyikben egy élő emberi hús-vér ember, a másikon ellentétje, hogy csak csontva az lesz. Úgyhogy ezzel most már egy ideje dolgozok, már csak igazán finomítanom kell még a másik felin, és az kész lesz. Összesen 20 nevező 353 kg tököt hozott a mérlegelésre. Az idei legnagyobb példány 49 kg-ot nyomott Lerej Nikoletta nevelése. A legkisebbet 4,6 kilósat Szloska Rebeka hozta a versenyre. Szia, Kerik! Most megyünk haza! Köszönjük! Szia, a magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket adták, idézte az ünnepség kezdetén Petrozsényi Eszter színművész. A polgármester a fáklyák fényében tartott ünnepi beszédében az emlékek tiszteletét és megbecsülését hangsúlyozta. Ennek a jelképnek minden esztendőben ezért is adunk külön hangsúlyt, hiszen az, amit 1956-ban mindazok, akik akkor bátrak voltak, megtettek és megtehettek, mindazok emlékére az első lehető alkalommal rögtön Tatán is emléket állítottak. De emléket állítottak nagyon sokan azok, akik 1956-ban tataiként, vagy tatára származottként, vagy éppen átutazóban, de itt voltak, és a tatai forradalom és szabadságharc napjait megkezdve október 26-án példát mutattak, máig ható példát mutattak nekünk is. A Csékis Ernő faragta kopjafát a rendszerváltás első napjaiban állították fel az öreg tópartján, ezelőtt hajtottak most sorra fejet és tisztelegtek a résztvevők. Ne féljünk hát jól szeretni ezt a hazát! Ne féljünk igazul emlékezni, méltó módon, kimondva bátran a gyilkosokra, hogy gyilkosok, s hőseinkre, hogy miértünk áldozták fel életüket. Thank you.
60 évvel ezelőtt a magyarság az egész világnak mutatott példát, bátorsággal és hősiesen álltak ki a szabadság mellett, még ha ezért végül súlyos áldozatokat is kellett hozniuk. A reményből örökérvényű szimbólumok lettek, méltók őseink szellemi hagyatékához, és példamutató irányként a jövő nemzedékének. A megemlékezés kezdetén elsőként a himnusz csendült fel, ezt követte a Tatai Diákok műsora. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. És ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Az első emberi bátorság áldassék a tűz csiholója, ki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra. Mihő József polgármester az október 23-ai beszédében azt hangsúlyozta, a magyar történelemben a szabadság kivívásának körülményei többször ismétlődtek, egyszerű, hétköznapi emberek változtatták meg az eseményeket, 1956-ban pedig példaértékű hitről és hazaszeretetről tettek tanúbizonyságot Magyarországon. 1956 ennek a szabadság visszaszerzésnek egyik legnagyobb, gyönyörűen fénylő példája. A második világháborút követően nem önként adtuk oda szabadságunkat, a bolsevikok hazug, elcsalt választással, erőszakos szovjet háttértámogatással és a nyugati hatalmak megalkuvó sunyi hallgatásával vették el. 60 évvel ezelőtt 12 szörnyű év aljasságát, 12 nap alatt leverő szabadságharcunkat csak egy szörnyű túlerő tudta eltiporni, de ahogyan a parazsat sem lehet kemény csizmataposással teljesen elaltatni, úgy a magyar szabadságvágy is tovább élt a magyarokban, tovább izzott a parázs a hamu alatt. Nekünk tataiaknak különös hálával kell megemlékeznünk 1956 hőseiről. Hálával tartozunk a tatai 56-osoknak, hálával és köszönettel emlékezünk nem csak az életüket valóságosan adó hazafiakra, hanem azokra is, akik életét örökre megnyomorította az aljas leszámolás és kegyetlen megtorlás. Büszkék lehetünk nem csak a tataiakra, hanem azokra a környékben élőkre, vagy messzebbről érkezőkre is, akik a forradalom alatt itt Tatán kapcsolódtak be a szabadságharcba. A tatai laktanyában 100 végzett műegyetemista volt, akik katonai szolgálatukat teljesítették augusztus és november között. Ők a formálódó egyetemi pontokat is véleményezték, míg a forradalom kitörése előtti napon, október 22-én is táviratot küldtek, így próbálva a budapesti eseményekkel fenntartani a kapcsolatot. Később közülük is többen is részt vettek a tatai forradalmi tanácsokban. November 1-e után pedig Budapesten folytattak fegyveres harcot a szabadság és Magyarország védelmében. Bencsik János országgyűlési képviselő is szólt az emlékezőkhöz, a szabadság szentségéről beszélt, és azokról a fiatalokról, akik mertek cselekedni 60 évvel ezelőtt. Nem elég csak gondolni a szabadságra és a szabadság iránt meglévő személyes felelősségünkre, de még legtöbbször az is kevés, hogy kimondjuk az igazságot. Az igazságot cselekedni kell. És hogyha valaki cselekszi az igazságot, akkor az kockázatot vállal. A szelíd, hétköznapi fiatal emberek vállaltak kockázatot 1956. október 23-án. És annál szebben talán azt a mentalitást, azt az életérzést, amelyet ők magukban hordoztak és kinyilvánítottak, Heltai Jenő szabadságról írott versének néhány sorával lehet érzékeltetni, amelyet 1956 előtt bőven egy ember öltővel a 20-as évek elején vetett papírra. Tudd meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, tüzet fölöslegesen nem harangoz.
van mindene, ha nincs is semmije. Mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemére húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, mit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig, mindenütt, többször cirógat, mint ahányszor üt. De megmutatja olyankor, hogy van ökle, szabad akar maradni mindörökre. Miután az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés virágait az 56-os emlékműnél, a fiatalokhoz és a tatai tanulókhoz a diákpolgármester szólt, aki arra figyelmeztetett, bár 1956 már a történelem, a múltunk része, azt a szellemiséget, melyet ránk hagyott, őriznünk kell. Mindenki megdöbbenten nézett fel a szoborból megmaradt csizmákra, a beléjük tűzött magyar zászlókra. Sokan szemüket törölgették, nem hitték, hogy ez lehetséges. Fejüket csóválták, de az örömtől könnyezett a szemük. Az 1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor szinte az egész ország egy emberként lépett fel a közös ügy érdekében. A közös ügy a sztálini típusú diktatúra elsöprése és a szovjet megszálló csapatok kivonása volt. 1956. októberének utolsó napjaiban e két célért küzdött mindenki, volt, aki szóval, mások fegyverrel. 1956-ban a magyarok változást akartak, le akarták váltani a szovjet hatalmat, helyre akarták állítani az igazságon és a szabadságon nyugvó törvényes rendet. A forradalom alapkövetelését az egész nemzet osztotta. Vissza kell szerezni Magyarország függetlenségét. Az önkényuralom helyett szabadságjogokat, önrendelkezést, szabad választásokat akart mindenki. Tatán október 26-án pénteken kezdődött a tüntetés. Később csatlakoztak az Almásfüzitőről teherautón érkező munkások, akik ledöntötték a vár közelében álló szovjet obeliszket. A helyi tüntetők a Tóvárosi emlékművet rombolták le. A fiatalok kiszabadították a rabokat, csatlakozásra szólították fel a rendőröket, majd elfoglalták a rendőrség épületét. Ekkor kezdődött el a fegyveres felkelés, melynek halálos áldozatai, sérültei voltak. 60 évvel ezelőtt vér folyt Tatán, Magyarországon. Diákok, pedagógusok, családapák, katonák, egyszerű emberek vére. Az életüket áldozták a szabadságnak, a jövőnek. Az 56-os forradalmárok valójában Magyarország jövőjéért harcoltak, a maguk jövőjéért, és a mi jelenünket építették. Tataváros ifjúsága nevében meghajtom a fejem a forradalom hősei előtt. A városi megemlékezések nem értek véget október 23-án, a forradalom és szabadságharc tatai szereplőinek áldozatvállalása előtt tisztelegve, október 26-án a De szép ősz volt című ünnepi felvonulásra várják a lakosságot, mely emlékhelyeinket ejti útba, többek közt a Kossuth teret, a Rákóczi utcát, a Hősök terét, a tóparti kopjafát, a Kodály téri emlékművet, az Ady Endre úton található emléktáblát, valamint a Bai utat. A felvonulás utolsó állomása az egykori Bai laktanya lesz. A repedéseket és a kátyukat már felszámolták az útburkolatot javító munkások, de egyelőre táblák jelzik, hogy a Deák Ferenc utca ezen szakaszára még nem lehet ráhajtani autóval. Az alapot erősítették meg először, amire az útellenőr szerint már nagy szükség volt. Ezen a szakaszon a legnagyobb gond az volt, hogy útalap problémák voltak. Tehát a szokásos úgynevezett magyarul kátyúzási munkák megkezdése előtt megnéztük, hogy milyen gondok, problémák lehetnek, mert a úthibák nem utaltak ilyen jellegű problémákra, tehát gyakorlatilag az útszél kigyűrődött, és a bontások alkalmával tapasztaltuk, hogy a pályaszerkezet gyenge, nem megfelelő rétegek vannak beépítve, és ezért szükségessé vált itt teljes hozban, teljes egészében az útalapot, az aszfaltburkolatot és az áró réteget újraépíteni. Korábban itt 10 évvel ezelőtt végeztek javítási munkálatokat, de a megnövekedett forgalom miatt a burkolat állapota jelentősen romlott. Már annyira leromlott, hogy az itt folyó közösségi közlekedési útvonalon nem volt halasztható tovább a munka, a felújítás elvégzése. Összetett a probléma,
Egyrészt ugye meg kell erősíteni az útalapot, ami egy ilyen kombinált murvázásban, egy jelentősebb beavatkozásban valósul meg. Azért összetett a dolog, mert itt egy csapadékvíz elvezetési probléma is jelentkezik, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez az állapot kialakuljon. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy itt nagy a forgalom. Valójában itt vagyunk Kertvárosban, ahol egy kertvárosos jellegű forgalmat szeretnénk, az itt élők is, és én is elérni egyszer valamikor. Ez idáig még nem nagyon sikerült, mert az átmenő forgalmat is nagyon nehezen tudjuk korlátozni, illetve ellenőrizni. Mindegy, ez egy későbbi feladat. Most az a lényeg, hogy egy körülbelül 5 millió forintos beavatkozással egy nagyon komoly, jelentős alapmegerősítés, és majd egy fölötte levő terhordó szerkezet, illetve aszfaltozással rendbe lesz téve ez az útvonal szakasz, egészen itt a Deák Ferenc utca 64-ig. A képviselő hozzátette azt is, Kertvárosban a közlekedést más változás is érinteni fogja. A Gábor Áron utcában lakossági kérelemre eltávolítják a fekvőrendőrt, ez azonban egy új forgalmi rend kialakítását teszi szükségessé. Ebben a kereszteződésben hamarosan már a jobbkész szabály szerint kell elsőbséget adni, és ezt a gyakorlatot a város más pontjain is beszeretnék vezetni. Nem csak építészeti szempontból érdekes a víztorony, de különleges tartalommal is meg lehet tölteni. Művészeti galériaként is kiválóan funkcionál. Ez derült ki az Építészet Hónapja eseménysorozat keretében megrendezett nyílt napon, ahol két kiállításra is várták az érdeklődőket. Elhoztuk az idén az Évháza kiállítást, és szintén egy hagyományt teremtve nekiálltunk egy olyan építészeket bemutató sorozatnak, hogy az építészek milyen más művészetekbe is teljesednek ki, és az idén Senk Attila, a tatai kollégánknak a képzőművészeti alkotásait állítottuk ki. Tegnap volt egy szűkkörű építészeknek meghirdetett összejövetel, ahol nem csak Attila képeit néztük, hanem hallgattuk az ő zenéjüket, és két építész kollega verseit. Fantasztikusra sikeredett, ámulatba ejtő a kollégáinknak a szertágazó tehetsége. Senk Attila több művészeti ágban is jeleskedik, ezúttal grafikáit csodálhatta meg a közönség. Tegnap volt egy ilyen kamarai rendezvény, és akkor annak a keretében itt a helyi építészek egymást is egy picit közelebbről megismerték, és akkor ennek a keretében volt egy ilyen építészek más művészeti ágakban rendezvény. Volt zenélés, versmondás, egészen színesre sikerült. Nekem most egy ilyen grafikai kiállítás jutott, aminek hát nagyon örülök a lehetőségnek, hogy egy ilyen különleges helyszínen lehetett ezt megmutatni. Tulajdonképpen így a építészet mellett, mint tegnap kiderült, mindenki igazából hobbiként csinálja ezt a dolgot, de sokan nyilatkoztak úgy, hogy mondjuk ha éppen tehát egyhangú munkájuk van, akkor azért a kreativitást más területeken igyekszenek ki. Én is így vagyok vele egyébként, hogy én rehabilitációs szakmérnök vagyok még így az építészet mellett, és ez nagyjából azt akarja, hogy akadálymentesítéssel foglalkozom, tehát különböző fogyatékossági osztályoknak az akadálymentes környezete, épített környezete, vakok, gyengénlátók, mozgáskorlátozottak, és hát ennek ellenére sikerült egy egyáltalán nem akadálymentes kiállítást itt létrehozni, de különleges a helyszín. A képviselőtestületi ülésen 17 napi rendi pontot tárgyaltak meg, de a napi rendi pontok tárgyalását megelőzően Tataváros polgármestere az 1956-os tatai eseményekről beszélt. Október 26-a az a nap, amikor a budapesti szabadságharc konkrét szele is megérkezett Tatára, hiszen október 26-án Tatán is elindultak az emberek és ledöntötték azt, amit le kellett dönteni. Létrehozták a helyi olyan közösségeket, amelyek aztán a szabadságharc tatai eseményeit irányították. Két dolgot szeretnék csak kiemelni, hogy egyrészt fejhajtás és tisztelet a hősöknek, és ebben nem csak az elhunytakat értem bele, akik akkor ott meghaltak a szabadságunkért, hanem azokat is, akiket az életükön keresztül megnyomorítottak, és egy egész életen át hordozták ennek az akkori szereplésüknek, döntésüknek a szomorú következményeit. A másik dolog pedig, hogy mi ma igyekszünk mindent megtenni, hogy méltóak legyünk ezekhez a hősökhöz.
és minden megjelenésünkben, minden városi ünnepségben nagyon erősen szeretném, hogy a tataiság folyamatosan ott legyen. Éppen ezért is öröm az, hogy csütörtökön, pénteken is bemutathatjuk azt a színdarabot, amelyre várjuk a tataiakat, amely rólunk szól, a tataiakról szól, és a ma délutáni emlékező menetünkön pedig a helyszíneken is újra felidézzük mindazt, ami 1956-ban, október 26-án, éppen 60 esztendővel ezelőtt történt. Első napi rendi pontként tárgyaltak Tata város település rendezési eszközeinek módosítását. Szomodi úti ipari terület név szerint a Güntnernek a területére egy plusz szabályozást készítettünk el. Ennek a lezárására kerül most már sor, illetve a Környejút Bánhidai úton egy hasonlót tudtunk tenni. Ennek a utolsó fázisához érkeztünk, tehát a rendeletmódosítás megtörtént. Ez azt jelenti a Güntner cégünk esetében, hogy ott további fejlesztések várhatóak. Ehhez segítettünk azzal, hogy a szabályozási tervet megnéztük, mivel tudunk mi, mint város még jobban hozzájárulni, hogy ott még több munkahely, és tataiak számára ez is fontos, még több adóbevétel születhessen. Egy másik egyeztetés lezárására is sor került, még pedig államigazgatási egyeztetés lezárására, ez pedig a településrendezési eszközének módosítása, tehát valamilyen szinten kapcsolódott az előző napi rendi ponthoz. Igen, csak itt az egyes államigazgatási egyeztetések lezárásáról van szó. Ilyen az Eszterházi Lóistáló, az új úti réti tavak mögötti terület, melletti terület, illetve a Hősök terén egy bizonyos átalakításnak a lehetősége. Itt a szakhatalmak véleménye megérkezett, ezt most rögzítjük, és egy következő testületi ülésen a rendelet megalkotására is lehetőség lesz. A harmadik napi rendi pont építési szabályzatunk módosításának kezdeményezése volt. Itt is arról van szó, hogy több olyan fejlesztés történik a városban, amelyekhez bizonyos pontokon csak példa építménymagasság vagy ilyen jellegű módosításra van szükség. Ezeknek a kezdeményezéseknek a testülettel való megismerkedése volt a lényeg ennek a napirendnek, és elindul itt is a szabályozási terv módosítása. Két olyan napirendi pont volt, amely pályázatokhoz kapcsolódott. Az első egy szlovák-magyar pályázathoz kapcsolódott, a másik pedig a Komárom-Esztergom megyei önkormányzattal a határon átnyúló kerékpáros zarándokutak kialakítását célzó projekt benyújtásáról szólt. Minden testületi ülésünknek az egyik legizgalmasabb része mindig, amikor a fejlesztéseinkről dönthetünk. Ebben a mostani előterjesztésben egy olyan pályázati lehetőség szerepel, amely a szlovák-magyar határon átnyúló pályázati rendszerbe kapcsolható be, és onnan remélünk forrást, onnan remélünk pénzt ezekhez a fejlesztésekhez. Az első ilyen pályázati lehetőséget a Pons Danubi LGTC-nken keresztül nyújtjuk be. Pons Danubi ugye négy felvidéki és három Komárom megyei, három felvidéki és négy Komárom megyei települést foglal össze. Ez a hét város által alkotott szövetségben sok pályázatot nyújtottunk be az elmúlt években is. Most két komoly fejlesztésre pályázunk. Az egyik egy kerékpár fejlesztés, ahol úgynevezett kerékpár kölcsönzőket alakítanánk ki az egész hét település, sőt bevonunk ide még másokat is, egy egységes kerékpár kölcsönző rendszert hoznánk létre, egymáshoz is el lehet menni, és ott lehet hagyni a bringát, vissza lehet jönni autóval, vagy fordítva. A másik ilyen pályázatunk pedig egy olyan játszótér program, ami a városaink egy-egy kiemelt épületének, szépségének a megjelenés egy másik településen játszótéri elemként. Tatán a gutai malmot szeretnénk így bevonni, és a kristályfürdő helyén egy úgynevezett malomkertet fogunk létrehozni, ezt tervezzük, aminek keretében például a gutai malom is megjelenne, ott egy gyönyörű, a vízen úszó hajó malom van, és hát régi történelmi
kapcsolódásunk is van Gútával, tehát egy nagyon szép gondolat valósulhatna meg ennek a pályázatnak a keretében. A másik ilyen projekt pedig a Sacravelo kerékpárút hálózatnak a fejlesztése, amiben Tata is a városban lévő szakrális emlékekkel és azoknak a bemutatásával szeretne szerepet vállalni. Öt napi rendi pont foglalkozott vagyongazdálkodással kapcsolódó előterjesztéssel. Ezek közül többek között a szepezdi tábor volt, de több tatai ingatlan is, de beszámolók hangzottak el többek között a bérbeadott üzlet és irodahelyiségekről, miként a haszonbérbeadott ingatlanok ellenőrzéséről is. Így évvége felé mindig a hivatal elvégzi azt a munkát, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a város tulajdonában lévő ingatlanokat az éves folyamatos ellenőrzést megtartva egy beszámolót készít. Ez mind az üzleti rész, tehát ahol irodai és üzlethelyiségeket adunk ki, mind a lakások esetében megtesszük. Erről kapott egy átfogó bemutatást, áttekintést a képviselőtestület. És a másik döntéseink pedig arról szóltak, hogy például a Balaton-Szepezdi városi tábor helyett továbbra is szeretnénk üzemeltetni. Kázol és Társa nevű cég város két kiváló pedagógusának a működtetésében működő kis vállalkozás az, amelyik évről évre táborokat szervez ott, és az ő számukra ezt a tábor helyet az önkormányzat a jövőben is szeretné biztosítani. Az önkormányzatunk néhány helyszínen szeretne a jövőben is lakásfejlesztésre lehetőséget adni. Így hirdettük meg például az új úton lévő két ingatlant is értékesítésre, illetve az a célunk, hogy további ilyen jellegű fejlesztésekre a városban is lehetőség legyen, akár most az új állami támogatás a CSOK igénybevevői számára. Tájékoztató hangzott el a hulladékgazdálkodási helyzetéről is. Hulladékgazdálkodási helyzettel kapcsolatban vannak jó híreink, meg vannak kevésbé jó híreink. A jó hír az, hogy a lakossági hulladék elszállítás egy nagyon biztos alapon áll most már, és ott egy folyamatos rend és normális működés van. A városban az egyéb helyszínekről, tehát közterületről összegyűjtött hulladék elszállításával kapcsolatban kellett most egy változtatást tennünk. Az eddigi befogadó hely, a Tatabányai, az azt jelezte, hogy ő nem tud a továbbiakban ilyen hulladékot fogadni. Erre vonatkozóan kellett lépéseket tenni a Városgazda cégünknek. A másik pedig az, hogy folyamatosan szeretnénk a válogatott hulladékok, tehát a szelektíven gyűjthető hulladékok elhelyezését is fejleszteni, és a gyűjtését is minél jobbá tenni. Így a városban az elmúlt időkben újabb szigeteket hoztunk létre. Viszont itt is lesz egy lakossági fejlesztés, vagyis maga a cég a lakosságtól is szeretné majd szelektíven elvinni a bizonyos hulladékokat. Ez egy nagyon jó irány, és ez egy nagy előrelépés lenne, és lesz, azt reméljük. A harmadik dolog pedig az, hogy a évenkénti lomtalanításnak a rendszerét is szeretnénk átalakítani, így most az idei esztendőben azzal például, hogy telefonra házhoz megy a vállalkozás, és otthonról azt a kb. Egy köbméternyi lomot azt el tudja évente egy alkalommal mindenkitől szállítani, de hogy a régi rendszer is megmaradjon, már most elkezdtük szervezni a tavaszi lomtalanítást, tehát az a kérésünk, hogy aki nem tudja tárolni otthon azt, amit szeretne kidobni, az ezt a bizonyos telefonszámot, ami elérhető a televíziónak a honlapján is, illetve az újságunkban is, az önkormányzat is tud róla a hivatal tájékoztatást adni. Ezen keresztül tudja bármikor, és nem kell kirakni az utcára, bármikor elszállítatni. Tehát ez egy megint egy újabb jó előrelépés, azt reméljük ezen a területen. Két napi rendi pontot tárgyaltak a humán szolgáltatáshoz kapcsolódóan. Az első a kertvárosi óvoda főzőkonyhájának átszervezési feladatai, illetve a közterületek magánutak elnevezése. Az önkormányzatunk egy nagyon komoly vállalkozásba kezd, mondhatom így is azzal, hogy a teljes főzőstruktúrát átalakítjuk.
A jövőben a bölcsöde konyháját szeretnénk nagyon komolyan megfejleszteni. Ennek következtében két óvodában, illetve háromban megszűnik a főzőkonyhai státusz. Itt csak tálalókonyhák lesznek, és ebben a bölcsödei 600 fős konyhában fogjuk elkészíteni az óvodások, bölcsödések számára az ebédeket, az étkezéshez szükséges rendszert e szerint alakítjuk át, tehát ott a reggelitől az uzsonnáig a főzést, a déli melegétel főzését is ott végezzük. Ezzel párhuzamosan már megkezdjük az óvodáinknak a főzőkonyhából való átállítását a tálalókonyhára. A kertvárosi óvoda lesz az első, ahol ezt a lépést megtesszük, és a jövőben ott már más óvodából szállított ételt fognak felszolgálni a gyerekeknek, így egy kicsit már megelőzzük a pályázatnak az eredményét is. Az iskolai rendszerben hasonló átállás lesz, az iskolai rendszerben is a Kőkúti iskola konyháját egy 1800 fős konyhával alakítjuk át, így minden tatai diáknak az önkormányzat által fenntartott rendszerből, ebből a bizonyos Kőkúti konyhából fogjuk tudni majd kiszolgálni. Azt reméljük, hogy egyrészt magas színvonalon kívánunk főzni, másrészt pedig szeretnénk az étkezés kultúráját is átalakítani az iskolákba. Ennek a módszertanát és ennek az átalakítását is az önkormányzatunk elkezdi a következő időszakban. Közterületek és magánutak elnevezése. Közterületek és magánutak elnevezése egy folyamatos feladata az önkormányzatnak. Most arra gondoltunk, hogy a külterületi utak esetében is, mivel nagyon sokan kiköltöznek és ott élnek, ezeket a külterületi utakat, közterületeket is konkrét névvel lássuk el. Ezt az Újhegyben már megtettük, ott most már dűlők helyett konkrét nevei vannak az egyes utcáknak, és most a Naszályi hegy oldalát, tehát a Naszályi úti részen hasonlóan szeretnénk ezt az átalakítást megtenni, és ott is konkrétan elnevezni az egyes közterületeket. Három beszámolóra került sor, az első az az adózás helyzetéről, 2016 évi adózás hatályosulásáról szólt, a második a körzeti televízió működéséről, a harmadik pedig a lejárt képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról. Megint csak ismétlem magam, az év vége felé közeledve az éves adóbevételeinknek a rendszeréről, összegéről, ütemezésről egy nagyon pontos, precíz beszámolót szoktunk készíteni, amely beszámolót egyébként a Patriótában is olvashatták a tataiak. Egy nagyon pontos képet igyekszünk adni folyamatosan arról, hogy a tatai bevételek honnan és hogyan teremtődnek meg. Erről kapott a képviselőtestület egy részletes tájékoztatást. Nagy köszönet megint csak a tatai adófizetőknek, különösen azoknak, akik határidőre be is fizetik azt a kötelezettséget, amit vállaltak azzal, hogy vagy itt élnek Tatán, és tataiként hozzájárulnak a közös kiadásokhoz, vagy azzal, hogy Tatán hozták létre a cégüket, és vállalták ezzel, hogy a közösséghez tartozásukat azzal is erősítik és fenntartják, hogy a város kiadásaihoz hozzájárulnak helyi adó formájában. Köszönet érte mindenkinek. A másik ilyen téma pedig a körzeti televíziónak a további sorsa. Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk mi magunk is arról, hogy a körzeti televízió adás struktúrája, tartalma milyen érdeklődést vált ki a tataiakból is, és a kistérségben élők közül is. Én azt szeretném és azt remélem, hogy a tatai televízió egy most már hosszú évtizedek óta bizonyította a szakmai tudását, a szerethetőségét, a kedveltségét itt a tatai medencében, a tataiak körében is, de a többi településen élők körében is. Talán a nézők közül nem is mindenki tudja, hogy 200 ezer televízió nézőt tudunk most már elérni innen Tatáról a körzeti tévénk segítségével. Tehát én mindenképp azt szeretném, hogy ez a televízió ez fönnmaradjon, ilyen formában is, és tovább erősödjön. A jövőről közösen kell gondolkodnunk a televíziót fenntartó kuratóriumról,
kuratóriummal, a televíziót készítő stábbal is, és a képviselőtestülettel. Ennek ez a mostani döntésünk annyiban egy segítség, hogy az idei évre szóló költségeit az biztosítja a város a körzeti televíziónak. A jövő évi rendszerről pedig későbbiekben fogunk közösen gondolkodni. Mindenképp szeretnénk, ha ez a széles ismertsége a városnak Tatai Televízión keresztül megmaradhatna a jövőben is, és tovább erősödne, úgyhogy ebben egy jó együttműködést remélünk a televízióval a jövőben is. A testületi ülés végén a polgármester valamennyi képviselőtársát meghívta a díszelőadásra, amely az 56-os tatai eseményeket dolgozza fel. A mai este egy külön meghívóval induló díszelőadással szeretnénk a tatai hősök előtt tisztelegni. Nagy örömöm az, hogy az 1956 60. évfordulóra létrejött emlékbizottság támogatta ezt a kezdeményezésünket, és sikerült a Komáromi Dalszínházzal egy olyan gondolatot megfogalmaznunk, hogy egy könnyen emészthető zenés műfajában készítsünk egy darabot Tatáról, a Tatai 56-ról. Ennek a bemutatójára kerül ma este sor, de holnap és holnap után, csütörtökön és pénteki napokon szintén várjuk a tataiakat erre a darabra. Talán még néhány regisztrációs jegy a Művelődési Háznál még mindig kapható. Ingyenes az előadás, tehát csak az miatt, hogy ne 600-an menjünk oda a 300 ülőhelyre, ezért kérünk mindenkit, hogy regisztráljon, kérjen egy regisztrációs jegyet, menjen el a családjával, nézze meg ezt a darabot, egy különlegesen szép, és bennünket, tataiakat legközvetlenül érintő ünnepi előadást nézhetnek meg mindannyian, akik eljönnek. A Kossuth tér volt az első helyszíne a hagyományos 56-os felvonulásnak és megemlékezésnek, a himnusz itt a Tatai Református Gimnázium bejárata mellett található emléktáblánál csendült föl. Dr. Németi László az egyik legismertebb alakja a városi forradalmi eseményeknek, jogi doktorátusát megszerezve 1954-től dolgozott Tatán. Részt vett a Nemzeti Tanács megalapításában, majd annak elnökségét is elvállalta. A népbíróság tetteiért 5 év börtönre ítélte, ahol végül 1035 napot töltött. Nyugdíjazásáig csak fizikai munkát végezhetett. Ő volt a szerkesztője a forradalom tatai történetét elsőként összefoglaló helytörténeti könyvnek, amely a 40. évfordulóra 1996-ban jelent meg. Dr. Németi László 2004-ben hunyt el. 2 évvel később, az 1956-os forradalom 50. évfordulóján elődeink táblát avattak iskolánk falán a tiszteletére. A koszorúk elhelyezése után a megemlékezők útja Rákóczi utcába vezetett. Dr. Mészáros Gábor főorvos, református presbiter volt, nagy műveltségű, kiváló szónok és szervező. Az 1956-os forradalom meghatározó tatai alakja október 25-én kezdeményezte a forradalom mellett kiálló távirat elküldését. A Nemzeti Tanács agilis tagjaként mind a tatabányai forradalmi szervek, mind a győri dunántúli Nemzeti Tanács munkájában részt vett. 1957. május 29-én tartóztatták le, majd 10 évre ítélték. Mészáros Gábor egész életében naplót írt, a börtönévek alatt verseket is. De szép ősz volt kezdetű vers is az ő munkája, ennek megzenésített változatát Balog Attila adta elő. Tüntetők hangosan követelni kezdték a rabok kiengedését, majd a nagy kalapáccsal, fejszével felszerelt fiatalok betörték az épület bezárt kapuját, és a tömeg berohant a börtönhöz. 60 évvel ezelőtt ez történt a Hősök terén, miután itt is elhelyezték a virágokat, a Dandár zenekar vezetésével a tóparti kopjafához vonultak az emlékezők. Rólunk beszélnek minden nyelven, sikong az éter és csodál, Dávid harcol Góliát ellen. Azokról az ifjakról emlékeztek meg, akiknek elszántságáról és hősiességéről Európa és a világ vezető napilapjai, filmhíradói és rádiói is tudósításokban számoltak be. Az út 5. állomása a Kodály téri Hősök emlékműve volt.
Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom 40. évfordulója alkalmával felavatott Hősök emlékművénél, amely Taubert László szobrászművész alkotása. Az emlékmű felállítását Tata önkormányzata kezdeményezte, a megvalósításához civil szervezetek és magánszemélyek adományai is hozzájárultak. Ez a két alakos plasztika egyszerre állít emléket történelmünk több fordulópontjának, így a végvári csatáknak, az 1606-os, az 1703-as és az 1848-as szabadságharcoknak, és természetesen 1956-nak is. A szobor talapzatán a tatai 56-osok közül megjelenik Bődi Jalos, Lajos, Hemmerlein József, Kaszás Tamás, Pavlisz István, Pordán István, Róna Völgyi Béla és Senkár János neve. Ezekben a hetekben mintegy 200 ezer ember menekült el az országból, túlnyomó részt a zöld határon át. Menni vagy maradni? Szinte minden magyar családban felvetődött ez a kérdés. Már égtek a villanyok, amikor a kristályszálló felől érkezett tisztiklőnítmény nekilátott a rendőrség épületének visszafoglalásához. A szakasz két rajra oszlott. Az egyik az épület kapujánál sorakozott fel, míg a másik behatolt a kitárt kapun keresztül, és géppisztolyaikat rájuk tartva félkörbe fogta a felkelőket. 1956-ban is itt, ebben az épületben teljesített szolgálatot a Tatai Városi és Járási Rendőrkapitányság. Október 26-án az épület a forradalmi események egyik legfontosabb helyszínévé vált. Fasink Sándort 7 helyen érte itt lövés, de túlélte, és ezen a napon ő is a megemlékezőkkel tartott. Úgy vonaglanak szavaim, mint Budapest kövein a haldoklók, s oly formátlanok, mint a magyar ifjak és munkások szétroncsolt holtteste. De lehet-e most másként szólnom? Én nem tudok. Én nem tudok más, csak sikoltani, felsikoltani az egekre, és leborulni a világ legnagyobb hősei a magyar ifjak előtt. Abai úton az edzőtábor mellett az utolsó tatai helyszínen emlékeztek név szerint arról a 15 tatai fiatalról, akik életüket vesztették a harcokban. 2006 óta ez az emlékkő és 50 hársfa hívja fel a figyelmet hatalmas áldozatukra. A tatai események felidézése után az egybegyűltek bajra az egykori laktanya előtt elhelyezett emlékkőhöz vonultak, mely a felvonulás utolsó állomása és a kistérségi közös megemlékezés helyszíne volt. A tragikus október 27-én történtekről a település polgármestere beszélt. Az a 20-25 bányász és vájár tanuló, aki fellelkesülve a budapesti hírek hallatán október 27-én délután elindult Tatabányáról, egy Csepel teherautóval, hogy fegyvert szerezzenek, fogjanak, és Budapesten csatlakozzanak a forradalomhoz. Szenvedélyektől fűtve, tetre készen, de békésen. Először Tatára mentek, fegyverért, és mivel sehol nem sikerült, így kijöttek ide, bajra, az egykori magyar laktanyához, hogy megpróbálkozzanak itt is. A bányászok bajon sem kaptak fegyvert, és ahogy a teherautó megfordult, gépágyuk és géppuskák tüze zúdult az utasokra. A 20 éves férfiak közül 8-an azonnal életüket vesztették. Óhatatlanul felmerül a kérdés bennünk, amiért. Sajnos a mai napig erre nincs válasz. Tisztelt emlékező közösség! 1956 megünneplésének nagy a tétje. Emlékezni, emlékeztetni, tükröt tartani és tükörbe nézni. Fiatalnak, idősnek, politikusnak, civilnek, idegenbe szakadtnak és az itthon maradottaknak. A méltó ünneplésnek hatása van a mindennapi dolgaink alakítására. És végül hadd idézzem még egyszer a sokat mondó szorzótábla kivonatába csomagolt történelmi igazságot a 8 fiatal emlékére is. 8x6 az 48.
8x7 az 56. Ezt jól megtanultuk, de soha el nem feledjük. Tatai hősök, akiket nem felejthetünk el, az ismert főorvos, a közjegyző és a forradalmárok alakját is felismerhette a közönség a Zenész Színműben, melynek megformálásával a Dalszínház társulatát a polgármester bízta meg. A tatai hősök példamutatását és a megtorlás kegyetlenségét idézi a Tata 1956 című darab, Magyari Zoltán Művelődési Központban mutattak be. Az volt az elképzelésünk, hogy 1956-ról szinte már nehéz, azt gondoljuk, hogy nehéz újat mondani, pedig nagyon-nagyon nem ismerjük még mindig a tatai 56-ot sem, csak az országost. Ezért most a 60. évforduló egy új alkalmat teremtette arra, hogy végig gondoljuk, hogy mivel lehetne ezt a tudás szintünket emelni, és ezért egy szép új összefoglaló kötet jelenik meg 1956-ról a napokban. Ezt is majd jelezzük, és novemberben lesz a könyv bemutatója. A másik pedig a ma este, és nagy-nagy köszönet az 56-os Emlékbizottságnak, mert hogy ő megtámogatta ezt a mai előadást. 3 nap alatt közel 2000 tatai tudja megnézni a darabot, délelőtti előadásokkal is készülnek a diákoknak, hiszen a cél az, hogy ebben a könnyebben befogadható formában minél többen megismerjék a tatai hősök történetét. Amiért különleges ez a darab, és izgalmasabb, mint bármelyik más, hogy ez nem csak az 56-os forradalom és szabadságharcról beszél általában, hanem egy konkrét helyszínen játszódó, egy konkrét megtörtént esemény sorozatokra felfűzve, és ez annyira tatai történet, hogy ezt máshol nem is lehet bemutatni, csak itt Tatán. Ezt tudni kell, ahol sortüzek voltak most a Magyaróvásárgótárján Tata, ugye ott voltak még olyan gócpontok, ahol nagyon véres fordulatot vett a forradalom, és ezt a néhány napot ragadjuk ki, tehát a sortűz áldozatai kilőtt nem tisztázott a mai napig sem, és nagyon gyorsan alakult ez a tanács, ugye főorvos úr, akit Varga Miklós játszik, szülész, nőgyógyász főorvos sugallatára, tehát itt percek alatt rendeződtek a viszonyok. Még a péntek esti bemutatóra lehet ingyenes regisztrációs jegyeket váltani a művelődési házban. A polgármester ugyanakkor azt is elmondta, bízik benne, hogy az előadás sorozatot ezután minden évben megismételhetik majd. Sokan, sokfélét alkottak a Monoszkóp Kultúrbisztró által meghirdetett kiállításra. Több technika is megjelenik a kicsi, de hangulatos terem falain. Közös bennük azonban, hogy mind tatai művészek kezemunkáját dicséri, akik külön erre a felhívásra készítették a darabokat. Megkértük a tatai művészeket, hogy öntsék formába, vászonra, vagy goblányra, vagy ki, amivel dolgozik, az érzéseit, gondolatait az 56-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatban, és hát ezt mindegyikük nagyon jó szívvel megtette. És a kiállítás elrendezésében, a képek elrendezésében Szigetvári Krisztina volt a fő tanácsadó, a férje pedig nagyon sokat segített, és a férjem Varga István a kivitelezésben, hogy a képek a helyükre kerüljenek, illetve a Tamás, aki hát majd a háttér biztosítja. Az említett pályázatra a bisztró több eseményt is szervezett az 56-os megemlékezések kapcsán, és jövő tavaszig még több ilyen témájú programot szervez. Már javában zajlik a kerékpáros akciójuk, de a sport mellett a művészetnek is teret biztosítanak, hogy élményeket és érzéseket közöljön a 60 évvel ezelőtt történtekről. Most erre a kiállításra egy olyan alkotást hoztam, amely színes kollázs, illetve hát inkább azt mondom, hogy montázs, színes papírokból készült montázs. Én az álomszerűséget szerettem volna kifejezni, hogy olyan álmokat próbáljak a képemen keresztül ide varázsolni közénk, amely talán az 56-osok, illetve az akkori fiatalok szívében is megszülethetett, és lehet, hogy ezt egy kicsit most tovább kéne gondolnunk, és próbáljuk ugyanazokat
azokat az álmokat megélni vagy megálmodni, és ehhez azt az eszközt választottam, hogy színes papírokat festettem meg, és ebből ilyen tépkedéses montás technikával alakítottam ki, hogy mint egy ilyen felhők jöjjenek létre, és a piros-fehér-zöld szint egy kicsit ilyen átvitt értelemben próbáltam belevonni ebbe a képbe. Összesen 12 helyi alkotó járult hozzá az összeállításhoz, többek közt Gutai János, Lévai Ádám, Sulyog Teréz és Török Viktória is.